A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a fehérveli beszélgetések valamennyi nézőjét, ahogy azt már megszokhatták, napról napra, hétről hétre igyekszünk érdekes embereket bemutatni önöknek, érdekes történeteket elhozni ide a televíziós stúdióba, aztán megosztani önökkel. Stúdiónk vendége Bicó Piroska régész. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szívesen. Ugye a te személyed kapcsán itt Székesfehérváron talán mindenki tudja, hogy a Szűz Mária Prépossági templomnak a kutatásaival, feltárásával foglalkoztál egészen 93 óta, hogyha helyes az információm. Erről is fogunk beszélgetni, meg nyilván a kutatásról, a friss eredményekről, valamint arról is, hogy az idei esztendőben Szent István díjban részesítettek, a fehérvári polgárok javaslata alapján kaptad meg ezt a díjat, azzal kapcsolatosan, hogy a keresztény értéket hitelesen képviseled, lelkiismeret és magas szakmaisággal végzett munkásságod, valamint Székesfehérvár történelmi múltja, különösen a királyi bazilika régészeinek régészeti leleteinek a kutatása során végzett munkádért kaptad ezt a díjat. Hát azt hiszem, hogy téged már fehérvárivá fogadtak a székesfehérváriak. Hogyan ért ez az elismerés? Nagyon nagy örömmel töltött el. Tényleg Fehérvárra hosszú idő óta járok, talán igen csak 30 év vagy 31, és hát sokszor hónapokat töltöttem itt, tehát nagyon sok ismerősöm is van, nagyon sok emlék köt a városhoz, és az az igazság, hogy nem csak a bazilika története érdekelt, hanem az egész városé. Tehát valahogy megpróbáltam a városnak a középkorával együtt élni, és ezen keresztül hát az egész várost megszerettem. Akkor ilyen második otthonként is mondhatjuk ezt, hogy otthonosan hát, mozogsz itt? Így lehet mondani, az a helyzet, hogy az ember, ahol sokáig kutat, az egy kicsit az otthonává válik, és hát Fehérvárral is ez a helyzet, és Fehérvárt nagyon könnyű volt megszokni. Ahogy ezt a bevezetőben is említettem, 93 óta játszik meghatározó szerepet az életedben a Szűz Mária Prépossági templom, illetve akkor ezek szerint Székesfehérvár maga is. Mikor és hogyan kerültél a királyi bazilika feltárásához? És ha belegondolunk, akkor azt is talán mondhatjuk, hogy a 90-es évek óta ez biztosan meghatározza talán a kutatói pályádat is. Hát meghatározni meghatározza valóban. Én erre nem készültem soha, ezt el is szoktam mondani. Kralovánszki Alán volt az, aki megkért, hogy jöjjek segíteni neki, mert ő a Nemzeti Múzeum főigazgatója lett, és akkor így kezdtem Fehérvárra járni. Hetenként egy-két napot itt töltöttem az ásatáson, amikor ő nem tudott itt lenni. És hát így fokozatosan hozzánőttem ehhez a kérdéshez, vagy kérdéskörhöz. Én előtte egy hosszabb ásatást végeztem Bátmonostoron, az egy 10 éves munka volt. Ebből jött a doktoridat is, ugye? Igen, igen, és annak a további feldolgozásával gondoltam, hogy majd életem hátralévő részében a múzeumi munkám mellett foglalkozom, de azt kell mondanom, hogy cserébe egy nagyon szép munkát kaptam. Mindig élvezetet jelentett a romkertbe ásni, meg hát a hozzá kapcsolódó kutatásokat folytatni, talán éppen azért, mert elég sok fogas kérdés van, és hát ezt a fehérváriak mind tudják, hogy számtalan megoldatlan kérdés van még a bazilikával kapcsolatban, és nyilván fog is maradni örökre, de éppen ezért nagyon érdekes is foglalkozni vele. Kralovánszki Alánt említetted, milyen embernek ismerted meg őt? Kralovánszki Alán, ha mint emberre gondolok rá, nagyon tisztelte az embert, és nagyon tisztelte a munkatársait. Ez az emberi oldala, és hát a szakmai oldala pedig rendkívül elhivatott volt. És hát szinte a bazilikáért adta az életét, hogy így mondjam. És akkor te vetted át tőle a stafétát? Én vettem át, szegény mikor váratlanul meghalt, 93 őszén, és akkor volt egy ilyen kis hezitálás a
szakma részéről is, hogy legyen, mint legyen, de miután én jártam már ide, és valamelyest ismertem a kutatás történetét és a felmerülő problémákat, így aztán én örököltem meg ezt a munkát a múzeummal való egyetértésben. A kutatás történetével is fogunk még ma vagy arról is fogunk ma beszélgetni, de egy kicsit akkor a te tevékenységedet vennénk most górcső alá, hogyha jól tudom, akkor gyakorlatilag a déli oldal régészeti feltárásával foglalkoztál leginkább. Ott milyen érdekességekre bukkantál? Egyáltalán ez melyik részét jelenti a Nemzeti Emlékhelynek, és hogyan zajlott ez a munka, Piroska? Hát a déli rész, Kralovánszki alán a déli hajót nagy részt föltárta. Ő, ahol félbe maradt a munkája, az a déli hajó előtti rész, ez az úgynevezett nyugati építmény, mondjuk így, hogy a templom Árpád-kori fogadóépülete, és a tőre délre eső rész, amelyik már a prépostsági épületeknek a területe. Ez az Árpád-korban kerengő jelleggel épült ki, vagy hát kolostorszerűen épült ki a prépostság akkor. A korai századokban a kanonokok még közös háztartásban éltek, tehát úgy, mint egy szerzetesi közösség, és azért épült ki így ez az épületegyüttes. Magáról az épületegyüttesről Kralovánszki alán még nem tudott. Siklósi Gyula a Vasvári Pál utcában megtalálta az egyik sarkát, ő vette észre, hogy itt milyen épületegyüttesről lehet szó, de ami hát egyértelmű bizonyítékot nyújtott, az a déli oldalon végzett ásatás, amikor a teljes északi kerengő folyosót fel lehetett tárni. Hát nagyon nagy mennyiségű temetkezést tártunk föl itt, ez lassította a munkát, és hát azon kívül később ebbe a kerengőbe épült bele Nagy Lajos király temetkezési kápolnája, amelyet hát a kutatás, mondhatjuk így, hogy amióta az érdeklődés fölébredt a királyi bazilika iránt, tehát majdnem a török utáni időktől kezdve, amikor tudták, hogy itt volt a bazilika, és itt milyen épületek álltak, sőt, hát az északi oldalon a török idők után megmaradt egy kápolnasor, és arra úgy tekintettek egy részére, mint Nagy Lajos király temetkezési kápolnája. Tehát attól kezdve mindenki kereste. Ezeket a rossz állapotú kápolnákat később lebontották, 1800 körül. Előtte még miséztek ezekben a kápolnákban, az egyiket különösen rendbe hozták, és először még az volt a püspökség létrehozása után is a püspöki kápolna, de a palota, püspöki palota építésével lebontották, és így eltűnt az az épület, amelyiket meg lehetett volna nézni, hogy valóban Nagy Lajos király temetkezési kápolnája volt-e. És hát attól kezdve rejtér volt, hogy hol volt. Henselmann Imre úgy gondolta, hogy a déli hajóban volt, az első és a harmadik pillér között. Ott talált vörös márvány töredékekből indult ki. Később aztán Kralovánszki alán 1969-ben a püspökség kertjében ásatott, és ott ő egy nagyon szép Anzsú síremlék töredékeit tárta föl, ez az úgynevezett Anzsú sírbaldahén, amelyek a tavaly megnyílt kiállításban ennek a darabjai láthatók is, és ennek alapján elfogadta a kutatás, hogy valószínűleg az északi hajónak, mert az északi hajó egy része esik a püspökség kertjébe, az északi hajónak egy részében volt a Nagy Lajos király temetkezési kápolnája. És akkor úgy meg is nyugodott a kutatás, addig, amíg a déli oldalon el nem kezdődött az ásatás, már Kralovánszki alán is talált olyan darabokat, faragványtöredékeket, amelyek azt mutatták, hogy itt egy ilyen kvalitásos kisebb épületrész lehetett, sőt megtalálta egy csatlakozó falat is, de többet nem lehetett tudni. És aztán 2002-ben került sor végül is a föltárásra, amikor annyi kiderült, hogy hát valóban itt van a kápolna. Akkor sikerült az egész kápolnát föltárni, és az előkerült faragvány töredékek egyértelművé tették, hogy azok a darabok, amelyek régóta, 19. század óta ismertek, és egyértelműen az Anzsú síremlékekhez köthetők, azokhoz a darabokhoz tartozó töredékek kerültek elő, tehát kétséget kizáróan itt volt az Anzsú kápolna, vagy helyesebben Nagy Lajos király temetkezési kápolnája, ahol nyilván Nagy Lajos királyt eltemették, erről a Túróczi krónika is szól, az elmondja a zokogó királynét és lányát, akik a Vörösmárvány síremléket könnyeikkel öntözték, tehát a király síremléke mindenképp ott állt, és hát azt lehet gondolni, hogy a trónörökös Katalin hercegnője is, maga a kápolna is Katalinnak volt, szentelve Szent Katalinnak, nyilvánvalóan a trónörökös védőszentjének,
És hát valóban egy kisebb méretű sírt is találtunk, amelyben Katalin temethették el, és hát töredékek alapján azok a síremlék töredékek is ide voltak köthetők, amelyeket eddig nem lehetett az épületen belül hova kötni. Tehát biztosan, még ha azt is gondolták, hogy az északi oldalon volt a Nagy Lajos kápolna, ott nem lehetett mihez kötni. Itt megvan a sírgödör is, megvannak belőle származó töredékek, tehát itt a régóta ismert darabok és az újonnan találtak, megtalálták egymást. Ezek nagyon fontos és izgalmas eredmények. Azt mondjuk, hogy a belváros szövetében van egy ilyen helyszín, ahol a feltárás folyik, az mennyire nehezíti a régész, a kutató munkáját? Hát az enyémet nem nehezített, hogy így mondjam. Nekem az első fontosabb ásamattásom az Kecskeméten volt, a város közepén, a Ferences templomnál. Akkor már hozzászoktál. Tehát megszoktam, igen. És talán ott még sokkal több nézelődő volt, mint itt, mert ott nagyobb szenzáció volt, így, ugye itt évek óta folyt már egy feltárás. És hát amellett rendkívül sok könnyebbséggel jár, itt van a város közepén, az ember ehet, ihat, hogy így mondjam, közel alszik, tehát nem egy pusztai vándorút, hogy így mondjam, az ásatás. Visszatérnék a temetőkhöz, ugye említetted, ott egészen az épületek alá behúzódnak. Anyukám a földhivatalban dolgozott régen, és akkor ott volt szerencsém gyerekként látni nekem is ezeket a csontmaradványokat. Igen, a földhivatal alatt egy nagyon sűrű temető rész van még, mert közel esik a templomhoz ez a terület. Ott teljes föltárást nem végeztünk, elsősorban különböző vezetékek, csatornák számára kellett föltárásokat végezni, de nagyon nagy mennyiségű csontvásztat tártunk föl. Lelet talán arról a területről nem is volt, de ennek ellenére a szorványos leletek azért mutatják más területről a temetőkorát. Helyesebben a földhivatal bejáratának közelében volt egy mátyáskori csontváz, tehát egy akkor eltemetett fiatal lány, akinek a nyakában egy úgynevezett Agnus Dei kapszula volt. Ez azért nagyon különös lelet, mert a középkorból maradtak meg ilyen erekje tartók, vagy hát ilyen Agnus Dei korong tartók, ezek az úgynevezett egyéni áhítatosságnak voltak a kellékei. A történetüket is elmondom, tehát módosabb családok, meg gazdag polgárok ezeket gyönyörű ilyen erekjetartó, szerű, aranyozott erekjetartókba tették. Ez a leány, akit találtunk, ennek csak egy ilyen egyszerű bronzfoglalatban volt ez az Agnus Dei korong. A bronzfoglalat lehet, hogy eredendően tényleg benne volt egy erekjetartóba, de ezt nem tették be a sírba. Minden esetre ez egy két üveg között, valószínűleg ilyen bronzszálakból készült csipke közepén volt egy viaszkorong, ami csoda, hogy egyáltalán megmaradt a földben, és mind a két oldalán Isten báránya ábrázolás volt, azzal az egyik oldalán felirattal, hogy II. János Pál pápa idejéből, ennek alapján keltezni is lehetett, ez Mátyás kor a 15. század közepe, és hát nyilvánvalóan azért tették a sírba, hogy lehet, hogy talán még a betegségben azt várták, hogy segít a lányon, az eltemetetten, elhunyton, később pedig azért tették el vele, hogy ha a feltámadás ideje eljön, akkor lehessen látni, hogy itt egy olyan valaki van, aki egész életében bízott Istenben, Jézus Krisztusban, az egyháznak megfelelő életet élt, tehát olyan valakiről van szó, aki feltámad, és Jézus Krisztus jobbján fog ülni, tehát ezt igazolták ezzel a Agnus Dei koronggal vagy kapszulával, tehát ez egy útlevélnek tekintették, azt lehet mondani a túlvilágra. Ez is egy izgalmas gondolat, meg ugye nyilván a kápolna is egy nagyon-nagyon fontos eredmény volt. Számodra mi volt a legizgalmasabb rész így az elmúlt évtizedek során a feltáráson, amit megtalálhattál, vagy amivel szembesültél a területen? Hát igazad megvalóan meg a legérdekesebb mindig az, amikor valamin úgy gondolkozni kell, vagy az ember kielemezze, hogy ez hogy történt, mint történt. Ilyen szempontból érdekes volt a nyugati építmény, ahol a Henselmann Imre ásatásai után már csak nagyon kevés réteg maradt, ami segített volna abban, hogy valamelyest keltezni lehessen, meg egy úgynevezett relatív kronológiát felállítani, tehát hogy az épületnek melyik része a legkorábbi, hogyan építettek át. És itt olyan kis foszlányok voltak, amelyeket össze kellett kötni, tehát hogy azt mondjam, hogy ilyen hosszú hónapok gondolkodását igényelte, a feltárásnál pedig nagyon
pontos dokumentálást, és hát tulajdonképpen a Szent István sírnak az elemzése is egy ugyanilyen bonyodalmas ügy volt, azt nem én tártam föl, Kralovánszki alá tárta még föl, ő azonosította a sírt, és hát ő először írt róla, a legfontosabbakat megírta, és akkor én próbáltam még ilyen finomabb réteg elemzéssel közelebb jutni ahhoz, hogy hogy volt a sír története, tehát hogy temették el Istvánt, aztán hogy építették ki a kultuszhelyet, mikor, hol vált a csatlakozó járószint, hányszor építhették át. Ebbe aztán a művészettörténészek is belekapcsolódtak a faragványok elemzésével. Ugye említettük már Kralovánszki nevét, akkor ugye többször szóba került Heisztmann, Érdi is kötődik a területhez. Amikor egy feltárást végzel, akkor mondjuk milyen érzés szembesülni az elődök nyomaival, vagy hogy lehetett látni korábban az ő kutatásaiknak a nyomát? Mert mondjuk például most ugye zajlik egy újabb tervásatás a Nemzeti Emlékhelyen, és ott nagyon izgalmas volt, ahogy az ásatási szelvény részénél lehetett látni például a Kralovánszki feltárásának a nyomait. Igen, hát... Vagy ez csak a laikus számára? Nem, izgalmas, azt nem tudom, de nagyon fontos. Mert azt tudni kell, akkor tudja az ember, hogy mi az a terület, amelyet vizsgáltak, ott figyel arra, hogy mi az, ami még vizsgálható, mi maradt meg, és tudja azt, hogy mi az, ahol másképp vannak a viszonyok, ezeket hogy lehet összevetni a korábbi ásatással. Tehát ezt mindig nagyon fontos rögzíteni, hogy mely az a terület, amit már föltártak, és arról mit lehetett tudni eddig. Ugye újabb tervásatás indult a Nemzeti Emlékhelyen, és azt tudom, hogy többször kint jártál te is, meg segítetted a kollégák munkáját. Ilyenkor izgatottan várja az eredményeket a régész, a kutató, a tudós? Hát ez mindig a kutatónak a habitusától függ, hogy én mondjam, hogy izgatottan vagy nem izgatottan, de az biztos, hogy úgy van, hogy az ember mindig érdekli, hogy valami új megtudható-e, tudunk-e majd többet a városról, mint eddig. Ugye te is utaltál már a beszélgetésünk elején, de talán egy nagyon fontos pont a Nemzeti Emlékhely történetében az, hogy elkészülhetett a kőtárban a szólium regnék kiállítás, aminek te fantasztikus mozgatórugója voltál, és az egyik fő pillére. Miért különleges ez a kiállítás, Piroska? Hát ez olyan szempontból nehéz kérdés, hogy nyilvánvalóan mindenki másképp ítél meg egy kiállítást, más, ami megfogja. Számomra, amiért talán különleges, hogy sikerült különböző rétegeket kialakítani egyfelől, tehát azt, hogy jó egy gyors megtekintésre, egy alaposabb megtekintésre, azután nem születtek egy az egybe rekonstrukciók, mert azok... nem lettek volna igazak, hogy így mondjam, de mégis ilyen rejtett utalásokkal próbáltuk érzékeltetni, hogy egy faragvány hol volt, mit lehet róla tudni, és hát filmekkel is ezeket alátámasztani, képi anyaggal, olvasmányos anyaggal, amit a kiállításban lehet olvasni. Tehát úgy gondolom, hogy arra jó ez a kiállítás, hogy különböző mélységben kínál anyagokat az érdeklődőknek. Ami fontos, hogy hamarosan egy katalógus is megjelenik majd, ami a kiállításhoz kötődik. Igen, ez hosszú ideje húzódik már, de most már a végső stádiumban vagyunk, hogy így mondjam, tehát nyomdába küldés előtt van a katalógus. Ez elsősorban a kiállítás anyagait fogja tartalmazni, tehát a kiállított köveket, az azok mellett megjelenő szövegeket, de ezek azért nem... lenézendő szövegek. Én gondolom, hogy egy művelt ember számára emészthetőek, de ugyanúgy a szakember számára is kínálnak többletet. Tehát remélem, hogy ezek olyan szövegek, amelyek hát a különböző rétegeket megfogják, a képanyag meg hát önmagáért beszél. Igen, hát látványban azért nagyon színes és sokrétű lett ez a katalógus. Igen, hát minden faragvány benne van, a lehető legjobb képen. Úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog. Végezetül pedig hogy látod, hogy milyen munkák elvégzése tartozik a jövő legfontosabb feladatai közé a Nemzeti Emlékhely vonatkozásában? Azért mondtad, hogy van sok tisztázatlan kérdés még. Nyilván van a fejedben egy ilyen jövőkép, egy elképzelt jövőkép, hogy mi lenne a legfontosabb. Igen, hát a legfontosabb, hogy az 1848 óta tart, ásatások, vagy több ásatási időszak
eredményei nincsenek összevetve, nincsenek összefoglalva, és én mindig azt szoktam mondani, amíg ez nem történik meg, addig tulajdonképpen nem is nagyon szabad újraásni. Azt kell először leszögezni, hogy mit tudunk, mit nem tudunk, mire van remény, hogyha megnézzük, vagy megnézi valaki újra, akkor ott mit lehet megállapítani. Tehát először le kell szögezni, hogy mi a tudásunk jelenleg, és utána lehet csak tovább lépni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és még egyszer gratulálok az elismeréshez. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, köszönöm a figyelmet, és természetesen ezt a műsort is visszanézhetik majd a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján. Köszönöm, hogy itt voltak, fehérvári beszélgetésekkel persze jelentkezünk még itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.